Először is szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetünk és egy picit beszélhetünk a tudatos gyerektelenségről, mivel nagyon fontos témának tartjuk. Ennek ellenére kevés szó esik róla, mert a mai napig annyira tabunak számít. Az, hogy én tudatosan gyerektelen vagyok, nem egy konkrét döntés eredménye, tehát nem volt egy olyan pont, olyan szituáció az életemben, aminek hatására eldöntöttem, hogy na, én akkor soha többet nem, tehát soha nem akarok gyereket, hanem mióta az eszemet tudom, mindig is így gondoltam. Nekem ez volt a természetes, hogy nem vágyom gyerekre, nem tudok mit kezdeni a kis gyerekekkel, nincsen türelmem hozzájuk. Az írmagját se tudtam felfedezni magamban az anyai ösztönnek. Bár az talán megemlíthető érdekességképpen, hogy gondoskodni nagyon szeretek, például mondjuk egy kapcsolatban a férfiről, vagy házi állatokról, de gyerekek irányában nem érzem ugyanezt. Ezeken túlmenően nyilván vannak olyan tényezők is, amik szintén azt erősítik bennem, hogy nem szeretnék ma Magyarországon gyereket vállalni. Egyrészt nyilván nem mondok túl új információkat, a stabil, kiszámítható anyagi háttér hiánya, az oktatás és az egészségügy helyzete, ami szerintem siralmas jelen pillanatban, és csak egyre rosszabb lesz. Jobb semmiképpen. Elég pesszimista vagyok. Ezen túlmenően a jelenlegi magyarországi közhangulatot is siralmasnak tartom. Én úgy látom, hogy egy meglehetősen homofób, rasszista, antiszemita és hímsoviniszta közeg vesz bennünket körül, és ebben a közegben én nem szeretnék gyereket vállalni. Illetve zavar a bolygó számomra tragikus mértékű túlnépesedése is, az, hogy gyakorlatilag kinyírjuk ezt a bolygót. Nem szeretnénk gyereket vállalni azért, hogy mondjuk 30-40 éves korára már azon kelljen töprengeni, hogy meddig lesz ivóvíz és hasonlók. Ami még megemlítésre érdemes, hogy a tudatos gyerektelenség pozitív hozatéka, hogy ennek köszönhetem a páromat, ugyanis mi egy olyan online közösség révén ismerkedtük meg, amelynek a tagjai tudatosan gyerektelenek, és egy ilyen csoporttalálkozó révén találkoztunk először élőben, és hát ez lett belőle. És szerintem át is adnám a szót Mikinek. Köszönöm szépen, jó estét, sziasztok! Rövid leszek és tömör, bár azt hiszem, hogy pont a tudatos gyermektelenség az, aminek a legkevésbé áll jól a címszavas és nagyon-nagyon lerövidített bemutatás. Érdekes az, hogy bár Kata említette, hogy mi ezen a szálon találtunk mondhatni egymásra, mégis nagyon különbözőek, pontosabban különféleképpen súlyozódnak azok az indokok, amelyek alapján mi nem szeretnénk gyermeket vállalni. Kata hosszan értekezett én ezeket így hívom, hogy praktikus indokokról. Nálam ezek annyira nem domináltak, tehát nem gondoltam túlságosan sokat ezekről. Viszont ami inkább, hogy bár lehet, hogy nem gondoljátok, de én egy introvertált személyiség vagyok, akinek nagyon-nagyon fontosak a saját gondolatai, a saját érzései, az úgynevezett én idő, amelyre nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ez számomra a fő súlypont. Kata is utalt rá, és ez rám is igaz, hogy egyszerűen gyakorlatilag feszélyez a gyermekeknek a társasága. Szerintem ti is tudtok a saját életetekből példát mondani, gyermeksírás, neveletlenség, stb. Tehát ezeket a pontokat szerintem mindenki találkozott már velük. És hát mi volt a harmadik, amiről beszéltünk? Ja igen, hogy ugye természetesen több gyermektelen is ugye a saját családjából hoz vagy örököl olyan mintákat, amelyek,
amelyek révén vagy nem találkozik egy adott szülői szereppel, és így mondjuk a szülőséghez fontos mondjuk jeles szintből csak egy közepest tud elérni, és ezért gondolja úgy, hogy ő nem kompetens, és ezért teljesen tárgyilagos az ez irányú döntése. Köszönjük igazából. Ennyi kérdés. Azon gondolkodtam közben, hogy ez lezárt ügy, vagy bármikor változhat? Nem, mikrofon. Ja, igen, nem fogjuk meggondolni magunkat. Miért vagy benne ennyire biztos? Igazából nagyon sok minden szól számunkra a gyerekvállalás ellen, mellette viszont semmi. Tehát nem tudok egy olyan indokot mondani, ami az én szememben megállna a helyét, hogy fú, hát akkor azért lehet... Tehát nincs, ami elbizonytalanított volna, elgondolkodtatott volna. Nem, 34 éves vagyok, és egész életemben konstans módon így gondoltam, hogy nekem nem hiányzik gyerek az életemből. Tehát így kerek, így érzem jól magam. Aha. Még azt is meg szeretném kérdezni, hogy más indokok mentén gondolkodtatok, azok nekem nagyon társadalmi indokok voltak, amiket pedig te mondtál, azok nagyon személyesek, hogy vannak félelmeid ezzel kapcsolatban, és ezen is elgondolkodtam, hogy vajon, hogy gondolkodtál azon, hogy ezeket a félelmeket megugort, mert akár jól is elsülhet a dolog. Az az igazság, hogy én ezekre nem félelemként tekintek. Hogy mondjam, most Kata válaszába igyekeznék becsatlakozni. Beszélgettünk többekkel arról, hogy döntése igazából a tudatos gyerektelenség. És mert hogy a döntést azt meg lehet változtatni. De én például úgy érzem, hogy ez számomra egy értékrend, egy hozzáállás, amit nagyon-nagyon nehezen lehet kimozdítani a helyéből. De hogy tényleg megpróbálják válaszolni erre a kérdésre, én tényleg nem félelemből érzem azt, amit, hanem teljesen racionális indokokra igyekszem. És presszionálnak a körülöttetek lévők, hogy vállaljatok gyereket? Konkrét presszió nincsen, tehát például a családom már beletörődött, igen. Persze, amikor fiatalabb voltam, akkor jött a szokásos, hogy majd meggondolod magad, persze. Aztán rájöttek, hogy nem, Kata még mindig nem gondolta meg magát, úgyhogy most már így nem szekál a környezetem, a család elfogadta. A baráti köröm tisztában van vele, és szintén elfogadja, munkahelyemen is tudják. Szerintem még örülnek is, hogy te vagy a munkavállalók. Inkább olyanba szoktam belefutni, hogy mondjuk elmegyek orvoshoz, és akkor jellemzően a férfi orvos egyébként finoman vagy kevésbé finoman célozgat rá, hogy fú, hát most már ideje lenne szülni esetleg, mikor lesz baba projekt, és hasonlók, de ez elég kellemetlen. De lezárod és kész. Annyiban megpróbálom lezárni, hogy jelenleg nem aktuális. Tehát az a baj, hogy még én sem merem teljesen felvállalni azt, hogy soha az életben nem lesz, hanem inkább bízom benne, hogy elég nekik az a válasz, hogy most nem aktuális, most úgy nem, majd talán egyszer. És akkor abba hagyják, és kiszabadulok. Köszönjük, hogy elmondtátok a gondolataitokat, amiket az én gondolataitokat.